Sziasztok! Ebben a videóban egy reston szerkezetet fog nektek mutatni. Kicsit vicces reston szerkezetnek hívni, egy darab reston sincsen benne. Ugye ezt snapshotban csináltam 40B, és az új command blokkoknak köszönhetően semmi reston nem kell hozzá, csak command blokk van benne. Meg lehet csinálni 1.8-ban, nem pont ugyanígy, nagyon hasonló, de... Na mindegy, majd ha ott leszünk, akkor elmondom. Szóval csináltam egy Earth radart, ami megmutatja, hogy hogy a föld alattunk, hol vannak az értékes ércek. Ezt most csak gyémántal és vasra csináltam meg, de hát természetesen ki lehet bővíteni ezek alapján, hogy bármilyen blokkot megmutassam. Na, a működés. Annyi, hogy nyomni kell a shiftet, ez a googolás, vagy snake, vagy sneak, hogy kell ejteni. Ezt kell nyomva tartani, és hogy sétálunk, akkor hopp, ott keres, ott talált valamit. Vagy gyémánt, vagy ért. Egy párat itt elrejtettem alul, és szerencsésen mindegyiket kikerülöm. Valahol errefelé kell lennie. Na, hopp, ott van egy. Jó, hát ennél egy kicsit több van azért. Na. Hopp, még egy. Na, még egyet az izgalom kedvéért, hopp. Na, még egyet az izgalom. Ó, az kettő is lett, oké, tökéletes. Ott látjuk, el lehet kezdeni az ásást. Hát itt alatta nekem nincsen semmi, úgyhogy kicsit illúzió romboló lesz, de a lényeg, hogy tényleg megmutatja. Nem teljesen pontos a dolog, ugye szerettem volna, hogy a blokk közepén van, de hát sajnos ahogy éri a blokkot, ez most így van, ez most úgy van, ami egy kicsit fáj, de hát ez van. Azt is tudja, hogyha kiütjük egyébként, akkor eltűnik a kijelölés. Ha kibányáztuk. És hát igazából ennyi hasznos, mondjuk ez inkább túlélőre hasznos. Na de hogy hogyan is működik? Megmutatom úgy, hogy ezt most itt bekapcsolva hagyom. A lényeg az, hogy van egy score, ami nézi, hogy én mennyit googolok. Ez a sneak time, ha jól emlékszem, de mindjárt lepuskázom. És beállítottam, hogy mindig, ha összegyűlik 10, tehát 10 tickenként tulajdonképpen, akkor küldjön el egy armor standet, egy páncélállványt, így lefelé, így sutty. Tehát mutatom, így elindul egy páncélállvány. Most ezt kapcsoltam be, hogy látszódjon a körvonala. És ezt teszteli, hogy milyen blokkokban van benne. Jó, hát ez egy kicsit körülményes megfogalmazás, tehát igazából csak annyit néz, hogy vasban van-e, vagy gyémántban. Ez a két command block lesz egyébként. És ha igen, akkor legyárt egy slime-ot, ami láthatatlan és van körvonala. Felvettem egy score-t, azt gyorsan megmutatom, kifejezetten 1.9-es radarnak neveztem el. Igen, csak előbb add. Radar és start.sneakTime. Ez a típusa. Ez, hogyha nyomva tartjuk a shiftet, akkor így folyamatosan számol, tickenként számol. És akkor itt meg van adva, hogyha futtass el a játékosa, akinek pontosan 10 a radarja. Idézem meg egy armor standet. Ez a direction, ez nem kell, most veszem észre. Eredetileg Wither School-el akartam, de az nem akarta hagyni magát. Úgyhogy lett armor stand. Legyen láthatatlan, az fontos. Ez a glowing, ezt most csak ezért kapcsoltam be, igazából nem kell. Ez most se fontos. Eredetileg úgy akartam, hogy itt be legyen kapcsolva ez a körvonal, aztán rájöttem, hogy hülyeség, és jobban nézett ki kicsivel. Tehát igazából tulajdonképpen csak annyi a lényeg, hogy egy armor standet, ami láthatatlan. Igen, ez a command block, ami folyamatosan lefelé teleportálja az armor standet. Ez visszaállítja a radart nullára, itt van, hogy radar nulla, ha legalább 10-et elérte. Itt van egy olyan, hogyha a slime, tehát a slime-mal lefutatja, hogy ölje meg a benne álló armor standet, tehát aki nullára van tőle, azt ölje meg. Ez azért kell, hogyha itt állok egy fölött, mondjuk így, akkor ne gyártson le 20-at. Tehát, hogyha ez nem lenne, nem ölné meg az armor standet, akkor így állok fölötte, és így erre a blokkra, így 10 tickenként ugye legyártana egy slime-ot. Úgyhogy ezért ne töltsük túl a memóriát. De egyébként így is lehet, hogyha elég sok ércet kijelölünk. Igen, és akkor itt ez ugyanaz a két parancs lesz egyetlen eltéréssel, hogy az egyik gyémántot, a másik vasat tesztel.
lefutatjuk az almoszendel, aztán jön a detect, ugye, ha vas orban áll, vas ércben áll, akkor idézem meg egy slime-ot, és akkor most jönnek a érdekes tegek, ne legyen mesterséges intelligenciája, maradjon csöndben, ki legyen jelölve. Ez a direction, ez igen, ez megint a videoszkumán miatt kell, eredetileg ez is máshogy lett volna. Aztán van ez az aktív effektes rész, hogy legyen láthatatlan. Igen, és sebezhetetlen legyen, ez is nagyon fontos, ha ez nincs bekapcsolva, akkor mivel benne van a blokkban, meghal. Ez ugyanaz lesz, csak gyémántál, és a legvégén pedig lefutatjuk a slime-mal, hogyha levegőben van, detect ugye R, akkor teleportáljon a semmibe elmesszire. Ez tulajdonképpen megöli őt, csak azért jobb a killnél, mert akkor nem játszik le animációt. Ha ide azt hinnem be, hogy kill, akkor is eltűnne, csak akkor lenne az a fölborulós, füstölős animáció, így meg nincs, ahogy látjátok, puty, de ugyanúgy meghal. Jó, és akkor ugye az első az egy ilyen, minek hívek ezt, repeat command block, aminek, hát most itt be van kapcsolva, hogy kell reston, egyébként ugye át lehetne állítani, hogy ne kelljen neki reston, és akkor még ez a kar sem kell, csak gondoltam milyen menő, hogy ki bekapcsolható. Igen, a többi meg ugye ez a chain, ezeknél meg fontos, hogy itt legyen always active, illetve hát nem fontos, és lehet mellé fákját rakni. Ja, és akkor ennyi. Nem kell hozzá semmi lesz, csak kommandok, tök menő. Na igen, az 1.8-as változat az úgy néznek ki, hogy van egy olyan, hogy van is valami sneakes, sneak van CM, azt hiszem, csak nektek előtúrom, ad mondjuk C, az is egy stat lesz, nem snack, hanem sneak, sneak time van, akkor nem így van. Valami ilyesmi van, akkor mégse keresem ki nektek. Tehát ami azt méri, hogy mennyit utat teszek meg, így shift-tel. Van valami ilyesmi is, most nem tudom fejben ennek a nevét, de használtam már más ilyen reston szerkezetnél. Jó, úgyhogy ennyi lenne, a letöltés ugyan ott van leírásban, használjátok egészséggel, a kézzük a nyúlvjam.